a 80-as évek elején ismerkedtünk a Gyurival, és nagyon erős élménye az, hogy ők szerveztek az FMK-ba a fiatal művészekben egy a Magyarország a tiéd lehet címmel egy kiállítást, ami aztán egy napig állt, és beletiltva én is szerepeltem benne, mint kiállító, aztán csináltak ennek az Árpódban egy ismétlését, azt nyitottam meg. Ez nagyon kedves emlékem, de ennél még sokkal kedvesebb emlékem, hogy például 1987-ben vagy 88-ban, amikor a Gyuriék, vagyis te Gyurikám, meg te Gyurikám DAD-ja voltatok Berlinben, akkor elmentük hozzátok meg látogatni titeket a Földnégyi Lacival, és hát ott ücsörögtünk meg, szó-szót követett, idagáltunk minden, és ezt is kiderült, hogy a szomszédotokban lakik az Oraveszínre, szintén DAD-s összehívás író, és már mit tudom, együtt vagytok, vagy nem tudom, x hónapja, két hónapja, nem is láttátok egymást. És akkor én mondom, hogy ez borzalmas hülyeség, és fogtam magam, átmentem, pont a veletek szembeni ajtó mögött lakott. Az Oraveszt becsöngetek, semmi, csöngetek, semmi, csöngetek, még egyszer semmi, eltűnik egy kis idő, már majdnem visszamentem a lakásba, amikor valami motozás van az ajtó mögött, lényeg az, hogy megért az Oraveszt, és hát alig akart nekem ajtót nyitni, aztán végül beinvitált, és akkor nagyon jó elbeszélgető, és mondtam, hogy figyelj, gyere már át, itt vannak a galántaiék, és akkor beszélgessünk minden, és hát nagy nehezen át tudtam majd rángatni, és hát ez nagyon vicces, most lehet, hogy nem tudtam olyan jó viccesen elmondani, de ez fantasztikus volt, hogy ott van két ilyen kitűnő, nagyjából egykorú férfiú, művészek, magyarok egymáshoz szembe laknak, és hónapok óta nem álltak egymásra szóba, és én nekem sikerült egy kicsit ezt a furcsa helyzetet megtörnöm. Csókolom, Gyurikám, vigyázz magadra, és éljél nagyon-nagyon sokáig, ameddig csak jó esik neked. Puszi!